Az ember legjobb barátja a kutya, ezt szerintem mindenki tudja, és az évszázadok alatt egyre közelebb kerültünk szőrös kis kedvencénkhez, már tulajdonképpen egy családtag szerepét töltik be a családban. Most viszont egy érdekes tényt állapított meg a tudomány, a kutyák egy az egyben tudnak hangolódni az érzelmeinkre, de hogy hogyan, arról Kubinyi Enikő etológust kérdezzük. Szia! Szia! Az az új tanulmány, amiről beszélsz, az nagyon izgalmas, mert azt, hogy a kutyák nagyon jól leveszik azt, hogy milyen érzelmi állapotban vagyunk, azt eddig is tudtuk, csak nem tudtuk, hogy milyen csatornákat használna. Tehát ezt gyakran mondják, nektek is biztos mondták már, hogy ne félj, mert megérzi, és akkor még rosszabb lesz a helyzet a kutyával, ahogy interakcióba lépzett. Mondjuk nem tudom, hogy ki tudja azt megállni, hogy ne féljen. Ebben a kísérletben, amit említettél, az történt, hogy megkértek férfiakat, hogy nézzenek meg nagyon ijesztő filmet, és közben egy ilyen kis vatta párnácskát, vatta pamacsot tettek a hónuk alá, és utána a kutyák elé tették ezt a szagmintát, és megnézték, hogy hogyan reagálnak rá. És így sikerült elválasztani a látványt, meg a hangokat attól, hogy közben milyen érzelmi állapotot él át az ember, és milyen izzadság mintája van közben. És ami az igazán érdekes, az az, hogy a kutyák reagáltak az érzelmekre. Tehát amikor egy félelmet közvetítő szag került eléjük, akkor megnövekedett a szívverésük, és sokkal több stresszreakciót adtak, mint akkor, amikor egy olyan szagot szagoltak, ami egy vidám embertől származott, aki egy vicces komédiát nézett meg filmben. Hát akkor végül is arról van szó, mert itt megmosolyogtak a kollégák, amikor a szünet előtt úgy konferáltam fel ezt a beszélgetést, hogy a kutyák képesek átvenni az emberek érzelmi perspektíváját, és hogy ez mit is jelent, de akkor végül is ez történik, hiszen amikor félünk, leegyszerűsítve, vagy örülünk, akkor a kutya is átveszi azt a tónust, az érzelmek azt a tónusát, de ez milyen mélységig, milyen összetettségig? A gazdák ezzel tisztában vannak, hogy egy kutyának elemi érdeke, és ez emiatt illeszkedhet be annyira az emberi családba, mert nagyon jól leveszi azt, hogy hogyan kommunikálunk, milyen gesztusaink vannak, és alkalmazkodik ehhez. Az talán, ha belemegyünk abba, hogy milyen érzelmeket vesz át, vannak alapérzelmek, amiket nagyon jól levesznek, a vidámság és a félelem, amit említettem, az ilyen. És ez egészen biztos, hogy ők is érzik. Az, hogy például van-e bűntudatuk, pont az egy sokkal mondani, a bűntudat az már egy annyira kérdés. Összetett igen. Érzés, hogy nehéz lenne mondjuk tudományos eszközökkel mérni, hogy milyen, amikor egy kutya, ha képes egyáltalán arra bűntudatot érez. Ezzel küzd a tudomány. Tehát az előbb, ahogy említettem, amikor szétválasztják a vizuális, az akusztikus, meg az olfaktorikus csatornát, és amikor csak egy szagmintát helyezünk a kutya elé, akkor ezeket mind leválasztjuk róla. A bűntudatnál is, amikor hazamegyünk arra, hogy a kutya szétkapta a lakást, és utána nagy szemekkel nézelen kártlanul, meg ugye próbál sunyogva valami fedezékbe vonulni, akkor nagyon nehéz tudni azt, hogy arra reagál-e, hogy tudja, hogy ez már egy ismétlődő helyzet, és ilyenkor mi mérgesek szoktunk lenni, és ezt próbálja megelőzni, vagy pedig tényleg a bűntudat jelei munkálnak benne. És az az igazság, hogy próbálkoznak a kutatók itt is olyan speciális helyzeteket kialakítani, ahol azt lehet mondani, hogy hopp, itt van a bűntudat, de még nincsenek teljesen egyértelmű jelek erre. Tehát ez egy összetett érzelem, így van, ahogy mondod, és ezért sokkal nehezebb kutatni, és tudni, hogy mi a helyzet. Most ez a kutatás az egyértelműen a szaglásra korlátozódott, hogy szaglás alapján veszik át a mi érzelmeinket, de azért nem csak a szagok alapján tudnak ránk hangolódni, mert azt gondolom, hogy télen például, amikor az utcán vagyunk, és én nagy kabátban vagyok, ő olyankor is például érzi az én szagomat? A kutyáknak, lehet, hogy érzi, igen, mert körülbelül 40-szer több szaglóreceptoruk van, mint nekünk, és nagyon fontos kommunikációs csatorna az olfaktorikus terület, rengeteget használják az orrukat, ugye azzal ismerkednek, azáltal ismerkednek egymással az utcán is, meg az embereknél is próbálnak mindenféle szagmintákat venni. Tehát könnyen lehet, hogy igen. Ugyanakkor teljesen igazad van, például volt a tanszéken egy olyan kísérletünk, ahol egy hangvisszajátszó készüléket adtunk a gazdáknak, és sírást játszottunk, viszont nem a gazda sírt, hanem ő csak összekuporodott, és felőle áradt a síró hang, és nyilván a szaga sem változott meg ettől, mert hiszen ő maga nem sírt. És a kutyák erre is reagáltak. Tehát a hang is olyan volt, ami kiváltotta belőlük ezt a mi van, mit tehetnék, kontaktuskereső, böködő, nyüszögő
mindenféle viselkedést. De ez adja magát, hogy a kutyákat, vagy a kutyák viselkedését a szaglásukon keresztül vizsgálják, hiszen itt a receptorokat is említetted, és hát sokkal több mindent fognak fel a endokrin rendszerünk által kibocsátott dolgokból, de a kérdés arra vonatkozik, hogy merre mehet ez a kutatás? Oké, most akkor tényszerűen sikerült bebizonyítani, hogy a kutyák képesek így átvenni az érzelmeket. Mire lehet még mondjuk ezen az úton haladva, illetve elindulva eljutni? Hogy hova? Azt gondolom, hogy ez nagyon izgalmas, hogyha belegondolunk, hogy például egy terápiás kutya, aki mondjuk kórházba jár kutyák, a kórházi betegek segítségére viszik oda, hogy legyen egy kis ellazulás a stresszben. Sokszor mondják a terápiás kutyák gazdái, hogy nagyon elfárad ezután az alkalom után a kutya, és könnyen lehet, hogy például ez is az oka annak, hogy ő a levegőből is leveszi azt, hogy ez egy milyen stresszes és nehéz hely az ott lévő embereknek. Tehát azt gondolom, hogyha mondjuk nem tudom, kímélni akarjuk a kutyánkat, vagy hogyha tisztában vagyunk vele, hogy ez is okozhat neki egy plusz stresszt, mert hogy annyira jól alkalmazkodik az emberekhez, és persze főleg a gazdájukhoz, akkor egy kicsit odafigyelhetünk arra, hogy levegyünk róla ilyen terheket. Tehát köszönjük szépen, hogy itt voltál, és meséltél erről nekünk. Köszönöm szépen én is a meghívást.